Mondd, szerinted ki az élet? A tiéd? Esetleg istené? Vagy úgy mindenki a sorsé? Ez egy súlyos dilemma. Szerintem Gyurcsánynak azért is jobb volt, mert például erről a kérdésről, ami mostában felkavarta a magyar közbeszédet, lehetett beszélni, mint oly sok mindenről lehetett beszélni. A legtöbb ügyet érdemes megbeszélni. Anélkül, hogy azt mondanák a másikra, hogy te a halál pártján állsz, hogy te istentelen vagy, hogy ez magyartlan álláspont, és miről beszélnék, hanem arról, hogy ki az élet. Gyurcsány alatt jobb volt, mert például erről anélkül lehetett volna beszélni, hogy téged elátkoztak volna, megátkoztak volna, kiátkoztak volna. Jó, hogy egy ország tud beszélni. Gyurcsány alatt tudott beszélni, vitatkozni, egyetérteni, nem egyetérteni. Ma jobb lenne az ország. Olyan lenne a hangulata, mint amilyen Gyurcsány alatt volt. Mert Gyurcsány alatt jobb.